2013 óta létezik a jótékonysági vadászat Magyarországon. Az elmúlt 6 évben 4258 gyermek gyógyulásához járult hozzá ezáltal a magyar vadásztársadalom. Az átadott orvosi eszközök összértéke megközelítette a 10 millió forintot. A karácsonyi jótékonysági vadászatok egy olyan kezdeményezést jelentenek, amellyel gyermekeken, gyermekkórházakon tudnak segíteni. Azzal kerestek meg minket, a 2021-es Vadászati Világkiállítás Szervező Bizottságát, hogy ebből a kezdeményezésből legyen országos kezdeményezés. Boldogan álltunk mellé, így született meg az a megegyezés, az az egyetértés, amely reményeink szerint a következő másfél-két évben az ország minden megyéjében ezt a kezdeményezést hagyománnyá nemesíti. Én nekem ez a felkérés, hogy vegyek részt ezen a jótékonysági vadászaton, nagyon természetes, mert azt gondolom, hogy egyfelől nekünk, akik ismertebbek vagyunk a vadászok közül, az a dolgunk, hogy tisztában legyen a közvélemény azzal, hogy mi igazából az etikus vadászat. Ugyanakkor az nyilvánvaló, hogy ez a segítség, amit a kórházaknak ezzel mi tudunk adni, az nagyon fontos. Országos jótékonysági vadászat, december 27. 19 megyei helyszín, 19 kórház gyermekosztályáért.